valótlan dolgokat állít egy bulvárlap, nincs probléma a pécsi klinikai higiéniával. Leemelték az első betonelemet, elkezdődött a pécsi magasház bontása. Májusban nyit a megújult állatkert, kettől az akvárium-terrárium is felköltözik. Utánpótlás csapatok az emléktornán, Ambrus Tamásra emlékeztek a vízilabdázók. Köszöntöm nézőinket, pénteki híradónkat látják. Valótlan dolgokat állít a pécsi klinikai központ higiéniás helyzetéről a Tolna megyei Balassa János kórház egyik orvosára hivatkozva egy hazai bulvárlap, állítja mindkét intézmény vezetése. A cikk szerint a Baranyai megyeszékhely egészségügyi intézményeiben megszaporodott a különböző antibiotikumokra rezisztens genykeltő baktériumfertőzések száma. Cáfolja a Tolna megyei Balassa János kórház vezetése azokat a híreket, melyeket egy bulvárlap jelentetett meg. A cikkben a Szekszárdi kórház higiénikus főorvosára hivatkoznak, aki alap szerint azt nyilatkozta, hogy január óta jelentősen megszaporodott a különböző antibiotikumokra rezisztens genkeltő baktériumfertőzések száma azoknál a betegeknél, akiket Pécsre küldtek különböző beavatkozásokra. Ez pedig alap szerint a nem megfelelő higiéniai körülmények miatt történt. A Szekszárdi kórházból kikerült szakmai tartalmú adatok nem kellő szakmai magyarázattal és egy olyan félrevezető szövegkörnyezetben kerültek a sajtóba leközlésre, amik teljesen fals és a napi gyakorlatunkkal megfigyelt tényekkel ellentétes következtetéseket vontak le. Ezekből az adatokból nem állapítható az meg, hogy a Pécsi Egyetemen bármi nemű mulasztás vagy bármi nemű hiányosság fölmerült volna. Németh Csaba főigazgató szerint a cikkben összekeverik a multirezisztens kórokozót a húsevő baktériummal. A Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának főigazgatója szerint mindig voltak és valószínűleg lesznek is kórházi fertőzések, melyekkel folyamatosan küzdenek. 2015-re javult a helyzet, 126 ilyen pozitív bakteriális kultúránk volt. Sajnos körülbelül ugyanannyi, mint egy 28 közülük úgy gondoljuk, hogy itt nálunk szerezte a kórokozót. 2016-ról az első három hónapról tudok adatokat mondani. Ez lényegében leképezi az előző évet. Összességében 27 pozitív eredményünk volt, és ebből úgy sejtjük, hogy mintegy heten nálunk fertőzöttek ezzel a kórokozóval. A közelmúltban az 1001 orvos hálapénz nélkül nevű szervezet levelében azt írta, hogy Magyarországon többen halnak meg kórházi fertőzésben, mint autóbalesetben. Ráadásul azt sem tudni egyáltalán hány ilyen fertőzés történik pontosan egy évben. A tiszti orvosi szolgálat még mindig nem hozta nyilvánosságra ezt a számot. 135 millió forintért adott el hivatalos útleveleket az a pécsi kormánytisztviselő, akit 5 társával csütörtökön helyezett előzetes letartóztatásba a Pécsi Járásbíróság. A gyanú szerint magyarországi bűnözőktől 3 millió forintot kértek egy-egy útlevélért, írja a Bors. A Nemzetvédelmi Szolgálat titkos adatgyűjtése után a Terror Elhárítási Központ az egyik pécsi piacon az útlevelek átadása közben fogta el a gyanúsítottakat. A nyomozás adatai, a vallomások, a lehallgatások, a házkutatások adatai szerint 5 férfi és egy nő szerezte be a magyar útleveleket, köztük a pécsi kormányablak alkalmazottja. A vevők többnyire szabadult bűnözők voltak, akik nem juthattak legálisan az okmányokhoz. A fényképek eredetiek, az adatok hamisak voltak. A fő gyanúsította a 44 éves B. Zoltán 45 útlevél beszerzésében segítkezett. Az ügyészség hivatali vesztegetés miatt indítványozta az 5 férfi és a nő előzetes letartóztatását. Fizikailag is elkezdődött a pécsi magasház bontása pénteken, eddig előkészítő munkálatok folytak a területen. A város polgármestere szerint el kell tüntetni a szocializmus rendszerére emlékeztető építményt, ezért nem lehet újra hasznosítani a 25 emeletest. Egy betonelem leemelésével kezdte meg a munkát a területen felállított toronydarú jelképesen. A kormányzat 1 milliárdot adott a munkálatokra.
Ez az első betonelem, amit leemelt a toronydarú a pécsi magasház legfelső szintjéről. Péntek délelőtt ezzel a mozzanattal megkezdődött a 25 emeletes fizikai eltüntetése. A bontás meg fog kezdődni, megindult, a daru működik, a bontási törmelék útjára indul, hamarosan láthatják, és ezzel egy korszak záródik a Pécs városában. A szocializmus utolsó leheletét testesíti meg a magasház, ezért kell eltüntetni, mondja a polgármester. A kormány 1 milliárd forintot adott a bontási munkákra. A telek hasznosítására is lesz forrás, mondja Pécs országgyűlési képviselője. Az önkormányzatnak meg kell találnia, hogy milyen pályázati keretből létesít pihenő területet a magasház helyett. Az épület helyén egy olyan parkot létrehozni, ami park szolgálja az itt élőket, és szolgálja az egyetemistákat, hiszen ne felejtsük el, hogy arra is kaptunk pénzt a kormánytól, hogy megduplázzuk többek között a külföldi egyetemisták számát. Úgyhogy kérném polgármester urat, hogy keresse meg annak a lehetőségét, hogy a területen egy mindenkit szolgáló park kerüljön kialakításra. Ez az első kamion, amelyik a 25 emeletesből, illetve környékéről összeszedett bontási anyagot szállítja. A polgármester autója és rendőrök vezették fel a járművet. Naponta 10-12 teherautó fogja majd vinni innen a törmeléket, ha teljes erővel beindul a munka április első hetétől. Az év végéig bontják le a magas házat a tervek szerint. A felső 5 szintre 3-3 hét kell, utána 7-10 nap is elegendő lesz az emeletek elbontására, mondta el korábban a munkát végző cég képviselője. Az elszállított törmeléket megdarálják, és utak építéséhez használják majd fel. Lángolt az egykori MDF székház Pécsen. A tűzoltókat péntek hajnalban 2 óra körül riasztották a pécsi Apáca utcába, miután tűz ütött ki az épületben. Több helyiség lángokban állt, égett a redőny és a külső ablakkeret is. A tűzoltók 2 vízsugárral eloltották a tüzet, nem sérült meg senki. Mint kiderült, az épületben nagy mennyiségű szemetet halmoztak fel hajléktalanok, és ezt gyújtották meg. Az egyik szoba teljesen kiégett, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Az érintett épület az MDF pécsi pártszékháza volt, ahol már jó ideje rettenetes állapotok uralkodnak. Az ingatlan tulajdonosa, az MDF jogutódja még 2013-ban azt ígérte, elkezdik a felújítást és elnézést kértek a helyzetért. Májusban ki fog nyitni az új pécsi állatkert, ezt ígéri a beruházást felügyelő városi cég vezetője. Az új állatoknak még meg kell szokniuk a környezetüket, és hátra van a belvárosi akvárium-terrárium lakóinak átköltöztetése is. Ez a folyamat viszont májusig be fog fejeződni, így akkor kinyithat a bruttó 1,7 milliárd forintból átépült létesítmény. A megújult pécsi állatkert egyik legnagyobb látványossága ez a 100 köbméteres akvárium. Már be is lakták a hatalmas üvegmedencét annak új lakói. Látható is itt már a cápa, illetve több más kisebb hal, még egy szállítmány halat várunk, és a tengeri állatot, és akkor azt lehet mondani, hogy megérkezett az akváriumnak is az összes lakója. Az állatkert és az új főépület teljesen elkészült, ez jól látszik a helyszínen. Egy takarítás után akár nyithatna is a létesítmény. Viszont a nemrég beköltöztetett új állatoknak meg kell szokniuk a környezetüket. A nyitás időpontját pedig ehhez a folyamathoz kell igazítani, mondja a beruházást felügyelő városi cég vezetője. Várhatóan májusban lezárulhat ez az időszak. Májusban ki fog nyitni az új pécsi állatkert. Igazából egyetlen egy feladat van még hátra. Húsvét hétfőn lesz látogatható utoljára az akvárium-terrárium épülete a belvárosban. Ezt követően megkezdődik az állatoknak a felköltözése, felköltöztetése. És tulajdonképpen ez az egyetlen egy feladat, ami hátra van, hogy az állatok átkerüljenek ide az új épületbe egyrészt, másrészt pedig, hogy megszokják a környezetüket. Az új komplexumban sokkal több élőlényt láthatnak majd a látogatók. Lesz tigris, leopárd, puma és barna medve, valamint egy fókapár is érkezett. Többek mellett a közterületen dolgozók sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzéséről, a segítő szervezetek szolgáltatásairól és elérhetőségeiről kaptak tájékoztatást közfoglalkoztatottak a rendőrségtől szerdán. Az előadást a megyei rendőrkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársa tartotta, írja a polisz.hu.
A magyar gazdaságért díjjal tüntették ki Kéri Istvánt, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnökét. Az elismerést pénteken vette át a helyi gazdasági önkormányzat vezetője. A díjat a nemzetgazdasági miniszter döntése alapján ítélik oda, a gazdaság érdekében végzett kimagasló munka elismeréseként. Így adta át az államtitkár a Pécsi Iparkamara elnökének ítélt miniszteri díjat. Pénteken kapta meg Kéri István az oklevelet és a hozzátartozó érmet. Március 15-e alkalmából Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, dr. Kéri István elnök urat, aki a Baranya Pécs Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, és egyúttal a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyik alelnöke, tehát nemzeti ünnepünk alkalmából a Magyar Gazdaságért díjjal tüntette ki. A nemzeti ünnepen nem tudta átvenni az elnök a díjat, ezért most az államtitkár személyesen hozta el azt Pécsre. Baranya megye és Pécs gazdaságának fejlesztésében végzett több évtizedes munkájáért vehette át az elismerést Kéri István. A központi javaslat ilyen szempontból ezt is méltányolta, hogy a kamaránnak országos szinten is elismert és ismert tevékenységeit tapasztalják nap, mint nap. A testület munkáját értékelték, nem egyéni díj ez. Ezt mondta a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a díj átvétele után. A kamara elnöksége munkatársai köszöntötték Kéri Istvánt a pénteki díjátadón. A hétvégén térünk át a nyári időszámításra. Vasárnap hajnal 2 órakor 3 órára kell előreállítani az órákat, írja az MTI. Becslések szerint az óraátállítással a magyar fogyasztók évente a nyári időszámítás alatt összesen mintegy 4-5 milliárd forintot takaríthatnak meg villamos energiaköltségeikből. Mindez azonban nem csupán pénzügyi, hanem környezetvédelmi szempontból is rendkívül előnyös, hiszen az alacsonyabb fogyasztás kevesebb károsanyag kibocsátással is jár. 12-2004-es korosztályú utánpótlás csapat részvételével az egykori pécsi vezetőedzőről, az FTC vízilabda szakosztályának tavaly elhunyt elnökéről elnevezett tornát rendez a PSN ZRT vízilabda szakosztálya. Ambrus Tamás hazai csapatai, a Ferencváros, a BVSC és a Pécs mellett több nemzetközi klub is szerepel a szombat délutánig tartó eseményen. 8. alkalommal kerül megrendezésre ez az utánpótlás torna, és ugye sajnos a tavalyi év szomorú apropója miatt lett a tornának új neve, mert tavaly évben elhunyt volt edzőnk, a pécsi első osztályú vízilabdának a megteremtője, a Tamás, és úgy gondoltuk, hogy szeretnénk valamivel emléket állítani az ő tiszteletére, és az utánpótlás torna szerintem tökéletes alkalom arra, illetve tökéletes lehetőség arra, hogy sokáig emlékezzünk rá itt Pécsen is. Szakács Sándor testépítő és személyedző, 3 hölgy és egy férfi tanítványa is indul a május végi világbajnoki kvalifikációs versenyen, ami Szentlőrincen lesz. A legesélyesebb Sebestyén Tamás, aki az erőemelő sportágból tért át a testépítésre a közelmúltban. Tamás korosztályos nemzetközi versenyeken és a felnőttek között is többször állt dobogóra. Az erőemelést űzöm már 15 éves korom óta. A legjobb eredményem az a 2014-es junior világbajnokságon a súlycsoportom, illetve a korosztályomban egy világbajnoki bronzérem, amivel legjobban meg voltam eddig elégedve. Igazából azért pártoltam át, mert szeretem a kívásokat, ez egy új cél lenne, amit szeretnék teljesíteni, minél jobban sikerüljön. Szombaton lesz hulladékszállítás Pécsen azokon a területeken, ahol erre a napra esik a szállítási nap. Húsvét hétfőn az ünnep miatt azonban szünetel a szállítás, írja közleményében a Biokom. Ahol hétfőre esik a szállítási nap, ott a területre érvényes következő ilyen napon viszik el a szemetet, lakótelepi területeken azonban már másnap. Pécset 26-án a szombati rend szerint lehet parkolni, húsvét hétfőn azonban minden parkolási díjzónában díjmentes lesz a parkolás. A rendőrök keresik azt a nőt és azt a férfit, akik egy szentlőrinci lakásból 70 000 forint készpénzt vittek el.
A rendelkezésre álló adatok szerint március 1-én 13 óra 15 perc és 13 óra 40 perc közötti időben a sértett lakásába becsengetett egy ismeretlen nő azzal a kéréssel, hogy adjon neki papírt és íróeszközt, mert az egyik lépcsőházban lakó személlyel szeretne beszélni, akitől ingatlant vásárolna vagy bérelne. A sértett beengedte az ismeretlen hölgyet, aki lekötötte a figyelmét, közben egy férfi a lakásba besurrant és onnan 70 ezer forint készpénzt lopott el. Ezt követően az elkövetők egy sötétkék színű, jó állapotban lévő Ford Escort típusú személygépkocsival elhagyták a helyszínt. Az egyik elkövető egy 25 év körüli, körülbelül 160 cm magas, jól öltözött nő. Társa egy 30 év körüli, 168-170 cm magas, rövidhajú férfi, aki a bűncselekmény elkövetésekor a fején egy zöld, siltes, felirat nélküli baseball sapkát, szürke nadrágot és azonos színű pulóvert viselt. A szigetvári rendőrkapitányság kéri, hogy aki a grafikán látható férfit és nőt felismeri, tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, értesítse a rendőrséget. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Mintegy 12 milliárd forinttal 30 milliárdra növelte bevételét a Kométa az elmúlt két évben. Erről számolt be Prohászka Balázs gazdasági igazgató csütörtökön. Képviselői kezdeményezésre a kaposvári testület végiglátogatja a megyeszékhely nagyvállalatait. Elsőként a húsipari céghez látogattak el. Szita Károly arról beszélt, érdemes volt befektetni a Kométába, hiszen folyamatosan fejlődik és már közel 800 családnak biztosít megélhetést. A kaposvári képviselők személyesen győződhettek meg a Kométában zajló termelés hatékonyságáról. Mint ismeretes, a város 2013-ban tőkebefektetőként részt vállalt a cég megmentésében. A látogatáson Szita Károly arról beszélt. Mára beigazolódott, hogy akkor jó döntés született, hiszen 200-zal, közel 800-ra emelkedett a foglalkoztatottak száma, a cég bevétele pedig 18-ról 30 milliárdra ugrott. 2 milliárd forintot fektettünk be ebbe a gyárba, és így van 38% tulajdon részünkén. Azt remélem, hogy ez a dolgozói létszám stabilizálódik. Azt is hallom most a Kométánál, hogy ha az árbevételt növelni akarják, már pedig szeretnék ahhoz plusz dolgozókra, lenne szükség. A dolgozói létszám bővítésének egyetlen akadálya, hogy nincs megfelelő munkaerő. Ebben ajánlotta fel segítségét a város polgármestere. Ez azért is fontos, mert csak így lehet javítani a termelés hatékonyságán, emelte ki Prohászka Balázs gazdasági igazgató. Aki arról beszélt, a kormányzati intézkedéseknek is köszönhető, hogy több fogy a jó minőségű magyar sertéshúsból, így a kaposvári cég termékeiből is. Nagyon jó tapasztalataink voltak a sertésáfa csökkentésével, ezt régóta vártuk, ezt az intézkedést. Az áfa csökkentésnek köszönhetően pedig érezhetően visszaszorult az ágazatot sújtó fekete kereskedelem is. Szita Károly a csütörtöki látogatáson elismerte a Kométa vezetőinek munkáját, és arról is beszélt, Kaposvár város azt szeretné, ha 2018-2019-től a Kométa fokozatosan visszavásárolná a város tulajdon részét. A testületi látogatások itt nem érnek véget, a jövőben több nagy foglalkoztató munkájába is betekintenek a képviselők. Leáll a volán buszok egy része húsvét hétfőtől 5 napig. A munkáltató és a tulajdonos a növekvő országos sztrájkkészültség ellenére sem enged a szakszervezetek 3%-os béremelési és havonta 5000 forintos kafetéria követelésének. A sztrájk idejére vonatkozó a törvényben előírt még elégséges szolgáltatás mértékéről és részleteiről is aláírták a szakszervezetek a megállapodást a munkáltatóval. Az első napon gyakorlatilag minden busz járni fog. A második naptól kezdődően, tehát 80-82% a járatoknak működni fog, menni fog. A közúti közlekedési szakszervezet Tolna megyei alapszervezet elnöke nem tudta pontosan megmondani, hány busz nem fog járni a munkabeszüntetés ideje alatt. Az érdekvédők bíznak benne, hogy meg tudnak egyezni a tulajdonossal, és megkapják a 3%-os béremelést és havi 5000 forintos kafetériát. Az emberek többsége támogatja a buszvezetők sztrájkját. A sztrájkkal mindenképpen egyetértek, a fizetésemelésükkel tökéletesen egyetértek. Magam is buszvezető voltam, kevés pénzért, nagy felelősséggel, igenis megérdemlik, jól csinálják, gratulálok nekik. Ez a baj, nincsenek megfizetve, dolgozni meg sokat kell nekik.
Jó teszik. Az összes fizikai munkásnak alacsonyabb bére. Itt valamit ezen változtatni kéne, mert ez már borzalom, ami megy. Tolna megyében beslések szerint 420 buszsofőr vesz majd részt a sztrájkban, amelyből nem sokat éreznek majd az emberek, mert a buszok 80%-a közlekedni fog. Egy ismert szekszárdi vállalkozó is a vádlottak padjára került embercsempészet miatt. Az ügyész szerint a férfi egy 4-tagú bűnszervezetnek volt a tagja, akik nagyjából 3-4 évvel ezelőtt több tucat afrikai és közel-keleti illegális bevándorlót segítettek át a szerb-magyar határon, hogy aztán Ausztriába szállítsák őket. A bűnszervezet tagjait néhány hónap alatt háromszor értéktetten a nyomozók. 2012. decemberében, tehát még a tavalyi migráns áradat előtt az osztrák határ közelében fogták el először a 4-tagú bandát a nyomozók, akkor 12 migráns próbáltak meg átcsempészni Ausztriába. 2013. januárjában újból próbálkoztak, ezúttal 10 koszovói illegális határsértőt találtak az autóikban. Végül 2013. május 26-án fogták el őket utoljára, épp 16 afrikai férfit és nőt akartak szintén Ausztriába vinni. Folytatólagosan üzletszerűen bűnszervezetben elköltött embercsempészés büntettével második, illetve a harmad és negyedet utánhatokat pedig vagyoni haszonszerzés véget több személynek segítséget nyújtva bűnszervezetben elköltött embercsempészés büntettével vádolja a járási ügyészség. Az ügy elsőrendű vádlottja egy ismert szekszárdi vállalkozó, kérte, hogy nem mutassuk az arcát és torzítsuk el a hangját. Ő kétszer sofőrként vett részt a bűncselekményekben. Azt mondta, meg volt szorulva, ezért fogadta el az első fuvarért ígért 100 000 forintot. A második szállítást viszont azért vállalta, mert halálosan megfenyegették. Komoly fenyegetések úgyhogy ezt tudtam valamikor igazolni, ezt én mondtam is, hogy nem mondom azt, hogy ott különböző fúlapákolásokat mindenki lakátokra hallott a ház előtt. Én olyan megtudás szólt, hogy ne kellett ilyen a garázs lesz az ember, mert hát nem akartam ott különböző. Az ügy miatt a 4 vádlottból csak a másodrendű van előzetes letartóztatásban. Az ügyész szerint ő találta ki és irányította a bűncselekményeket. Ítélet csütörtökön nem született, a bíró szerint ugyanis újabb tanúkat kell meghallgatni. Az embercsempész ügy következő tárgyalása késő tavasszal lesz. A megfelelő ár töredékért tudják csak eladni az almát a hazai termelők. Az orosz embargó miatt az elmúlt hetekben nagy mennyiségű lengyel gyümölcs árasztotta el a piacot. A magyar termelőkön maradt almákat szinte csak ipari felhasználásra tudják eladni, ami anyagilag jelentős kiesést jelent a gazdáknak. A tej és a sertés után most az almánál okoz gondokat a túlzott európai import. A magyar termelők pedig tehetetlenek, mondja Orger László. Az orosz embargó miatt az olcsó lengyel gyümölcs elárasztotta a magyar piacot is. Délfele, hazánk fele ilyen rengeteg import, valamint a nyugati import, ami óriási mennyiséget tesz ki. Hát Kaposváron 9 multi forgalmazza a gyümölcsök az almát, így nagyon nehéz eladni. A nyírségi gazdák is panaszkodnak, hogy 70-80 forintért nem tudják eladni jelenleg az almát, ugyanakkor a boltban 3-400 forint egy kiló alma. Jó esetben a somogyi termelők tavaszi időszakban az alma kilóját átlagosan 100 forintért tudják eladni a felvásárlóknak. A most kialakult helyzetben csupán 10-20 forintos árért állnak velük szóba a multik, folytatja Orgel László. Egyelőre azt várjuk, hogy feloldják majd az orosz embargót, hát a multikat még nem lehet lefékezni. Azokat nem tudunk csinálni semmit. Ilyen áron korábban azokat a gyümölcsöket szokták értékesíteni, amelyek például jégverés miatt megsérültek, tette hozzá a termelő. Ennyire nyomott árak nem voltak, mint az ide mostaniak. Hát amikor én telepítettem ezt az ültetvényt, akkor még Kaposváron multi nem volt. Gondoltam, hogy egy jó városnak egy jó gyümölcsellátást tudok megbiztosítani. A jó minőségű és mennyiségű magyar almával idén sem lesz gond, mondja Orgel László. Azt azonban még nem tudják a termelők, hogy kinek és milyen áron tudják értékesíteni a hazai gyümölcsöt. Az időjárás előtt fontosabb témáink még egyszer röviden. Valótlan dolgokat állít egy bulvárlap, nincs probléma a pécsi klinikai higiéniával. Leemelték az első betonelemet, elkezdődött a pécsi magasház bontása.
Májusban nyit a megújult állatkert, kettől az akvárium terrárium is felköltözik. Utánpótlás csapatok az emléktornán, Ambrus Tamásra emlékeztek a vízilabdázók. Szombaton eleinte erősen, déltől már csak gyengén lehet felhős az ég, egyre több felé bukkanhat elő a nap. Húsvét vasárnap reggelre párássá válik a levegő, napközben kevés felhő zavarja a kellemes tavaszi napsütést. Esőtől nem kell tartanunk. Húsvét hétfőn egyre több helyen növekedhet meg a felhőzet, kisebb eső, zápor is kialakulhat. Reggelente 4-6, napközben 13-15 fok körüli hőmérséklet várható. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Munkatársaim nevében is kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. Viszontlátásra!